Sziasztok, én Zoli Sor vagyok, és a mai videóban beszeretnék mutatni egy víruskészítő tutoriált. Nem igazi vírus, csak ilyen szórakozó vírus. Kibaszhatol barátaiddal, még ők pánikolnak, hogy a gépe vírusos lett, meg minden. Na, én előkészítettem egy Minecraft 1.5.2-nek látszó játékot, de nem játék, hanem vírus. Ő azonnal kidobja hiba, kérem, minden szar. Igen, ez valamiért nekem nem működik, de csinálok egy másikat. Na, csináljunk is egyet. Hát első dolgunk az lesz, hogy csináljunk egy szöveges dokumentumot. Legyen a neve az, amilyen játékot szeretnél csinálni, vagy valamit, amivel ki tudod baszni barátaiddal. Például most legyen a Google Chrome. Anyád. Igen. Megvan csinálva, ez magában még nem vírus, csak egy szöveges dokumentum. Na. Itt van egy kis segédlet, ezeket kell majd nektek beírni. Na, ez majd a végén kell. Na, mindig úgy kezdjük, hogy MSG box. Ilyen kettős macska, körömféle valami hiba. Hiba felkiáltó le. Nem muszáj felkiáltó le. MSG box. Tulajdonképpen bármit lehet ide írni. Ez a betűt lehagytuk. Hülye vagy meg. Minden. Utána, ha végeztünk, beírjuk, hogy du. Utána megint, hogy MSG box. És lop. Hát a do az, hogy bekapcsolja a fight, az MSG box, hogy vagyis a lop, hogy ezt ismételje mindig. Ezt. Utána, ha már készen vagyunk, mindent beleírtunk, akkor fáj mentés, mentés másként. Az a lényeg, hogy akárhova menthessük, de VBS legyen a végén, pont VBS mentés, és akkor kapunk egy ilyen fájt, tehát ez még magában látszik, hogy ez valami. Igen, erre már nincs, de mégis, ezt azért még jobb, hogyha megtartom, vagy megtartod. Ez magában még így semmi. Fogunk egy jobb klik. Parancsikon létrehozás, tallózunk egy-negyet. Itt van, hogy Minecraft vírus Google Chrome, ok, tovább, befejezés. Na, ez már egy kicsit jobban néz ki, tulajdonság. Ez mi? Akkor meg ez az. Hova tűnt a... Valamit nagyon elcsesztem. Na mindegy. Tudjátok, gondolom, hogy kell parancsikont, figyeljétek. Így. Tulajdonság. Hát igen, ennél meg van ilyen. Érdekes, nagyon. Felettébb érdekes. Szerintem azért, mert ezt kidobtam, de mindegy. Itt lesz tulajdonos. Na, gyerekek, van ikon. Ikoncsere, tallózás, asztal nekem, asztal. És akkor megkeresek az internetet, Chrome. Hát igen, pont ezt nem lehet.
De kibaszok vele. Tulajdonság. Ikoncsere. Nem? Chrome.exe. Mindegy. Az a lényeg, hogy kiválasztotok akármilyen ikont neki. Például most kiválasztok egy háromszöget. Google Chrome-nak most ez lesz az ikonja. Az a lényeg, hogy ezt elrejtitek valahova. Most én csak ide teszem. Ezt kitöröm, mert nekem erre nincs szükségem. A videó leírásában ott lesz minden, amit kell. Ezt is így beteszem ide. Én most egy kicsit rendet teszek. Jaj, hol van? Jól van, jól van. Meg hol van? Vírusokat ide teszem. Itt egy kis tutoriál. Igen, ez 1.5.2-es Minecraft tutoriál. Na, gyerekek, megnézem a levelemet. Igen, hogyha hibe. Bocsánat, egy kis írás. Gyorsan írtam, hogy hibának lenne. Hülye vagy négy, azt a kurva Isten. Ez a vírus örökké tart, és akkor innestől nincs menekvés. Bocsánat, az a négyes meg a e betű miatt. Hibe miatt, meg a hülye vagy négy miatt. Bocsánat, nem figyeltem. Lásd, akár mit csináltok, mire kattintsak, hogy ne jöjjön be. Akár hova húzom, úgyis itt lesz. Hát igen. Ctrl Alt Delete. Igen, így nem jó. Igen, most már jó. Bocsánat, megint rosszra kattintottam. Megnézem, hogy ennek a tulajdonsága, én most nem tudom mi a neve. VB. Igen, és ezt akkor így szépen megkeressük. És... Yes. Igen, folyamat lehet, folyamat lehet. Igen, lássátok, ennyi volt. Annyi a ennyi az egész. Nagyon jó kis szórakozás az egész. De akármiben meg lehet csinálni. A következő videómban a zöld vírust fogom bemutatni nektek. Addig is jó szórakozást ezzel a vírussal. Neten láthatok, hogy nézhettek YouTube-on még többet. Én csak ezt az egyet mutatom be ma. De még ma fel fog kerülni. Miért ez a videó felkerül még? Szerintem a zöld vírust is felrakom. Az se ilyen bonyolult. Na, sziasztok!